Sziasztok, Gage vagyok, és ez most megint egy ilyen gépszerelős videó. Ugye a videókamerát elég szar helyre sikerült csak felrakni. Igazából ez az a nézőpont. Kicsit közelebb viszont jobban látszik akkor talán a művelet lényege. Szóval hűtőcsere. Itt van az a gyári Inter hűtő. Az i5-4690-es procin, és az a bajom vele, hogy ha használom a Prociba integrált videókártyát is, ugye ez egy HD 4600-os videókártya, ezt használom a QuickSync kódolásra, akkor sajnos felmelegszik annyira a processzor, hogy korlátozást ad, hát illetve elkezd a gép visítani. A másik probléma, amit szeretnék megszüntetni, az az itt ez. Egy kicsit gatyába rázni kábelt a rengetegben, vagyis kábelt a rengetegben. És ennyi. Kezdjük az unboxinggal. Itt az új proci hűtő. Ez egy Cooler Master Xtreme i117-es. Erre azt mondták nekem, hogy csöndes is, meg jól is hűt, sokkal jobban, mint a gyári. Na szóval, limited warranty, nem kell. Egyébként lehet, hogy elálltjátok a gyereknek a játékét a háttérben. Szóval, így néz ki a cooler. Nem tudom, hogy mennyit gondolom így látszik. Ugye az alján pasztázva van, úgyhogy majd az lesz kicserélve. Vagyis azért hoztam a törlőtucot, hogy a prociról le tudjam szerelni a rúrát. Na, hát akkor lássuk ezt, hová is néztem bedugva, oda az a proci hűtő. Mondjuk vicces, hogy a gyári proci hút 4 pines. Pedig csak ezt merre is kell csavarni, hogy elengedje erre. Illetve ugye azt mondták, hogy ez nem lóg rá a ramokra. Ez a fajta hűtő. Na, melyik fogja még? De így elvileg le kéne jönnie. Felhúz. Felhúz. Ez is felhúz, tehát úgy. Ez is felhúz, mondom. Mondom, felhúz a húzat. Még kellett rajta forgatni, nagyszerű. Nem olyan egyszerűen azt leszedni, hogy ezt én elképzeltem. Mert csak ezt tartja. Jó, hogy ezeket az interprocikat nem lehet lesarkadni. Úgy, ez elég csúnyán jött ki. Alaplapon túlélte minden. Na, szóval ez a gyári hűtő. Ugye nem kell magyaráznom semmit. Miért jött? Aha, el van törve. Emiatt jött ki ez ilyen nehezen. Látszik, hogy ez itten egy kicsit viseltes. Na, ezt így visszarakjuk rá. Úgyni. Megy vissza a gyári dobozába. Na, nem szabadom szét a dobozt. Ez meg ugye a Procinak a tartó doboza, amit jó csúnyán raktam vissza, ahogy nézem. Na mindegy. Nem tudom, mennyire látszik, szerintem sem ennyire, hogy a Proci tetején csak egy izé van. Várjatok, megpróbálom megmutatni. Csak ahhoz nézni kell a kamerát. Mellítsd le a felvételt, légy szíves. Tehát ott látszik a Proci, és látszik, hogy csak egy ilyen kerek izé van rajta, nem fedi le az egész processzort. És emiatt lett egyszerre az új hűtő, mert ugye ennek az új hűtőnek az alja, ez ugye négyszög alakú, tehát ráfekszik teljes egészében a procira. Na szóval, a germont leszedjük a
fociról. Jó, teljesen biztos benne, hogy nem fog rálógni a romokra, de nagyon bízom benne. Arról volt szó, hogy ez nem lóg rá. Azért nem szerettem volna ezt a toronyhűtőt venni. Tudjátok, ami nem így hűt, hanem fel van rakva a focira és így áll, mert az általában viszont rálóg a romokra. Na. Kábel menedzsment ügyileg, ez szerintem így lesz a jó. Igen. Igazából az ennyi is volt. Ott látszik, hogy ez bizony egy Kóri 4690-es vietnámi. Sokat. Ki mondjuk nem látjátok. De ha akarjátok, megmutatom. Nem tudom, hogy a kamerán látszódni fog-e a felirat. Most talán. Úgy. Jól raktam vissza? Jól raktam vissza. Látszik, amit csinálok. Tehát ugye ez a cooler ugyanaz a módszer. Oda megy majd a tű. Így eléri. Én nem szeretem, ha lógnak a kábelek össze-vissza a gépben. De így. Hát így. Hát itt szerintem pont nem éri el, úgyhogy sajnos így kell belerakni. Lehet egy kicsit mozgatni a lábacskákat, hogy mindegyik a helyére találjon. Úgy, ez is a helyén van, ez is a helyén van. Elvileg mindegyik lába helyén van. Aha, csak nem lettek föllazítva. Igen. Igen. Azt majd utána kell rájuk forgatni. Ugye ezt csesztem el az előző hűtőnél is, hogy úgy nyomtam bele a talpakat, hogy nem voltak föllazítva, és azért van az ott elnyomorodva. Na. Hát ott csináljam, hogy lássátok. Szerintem most már nem látok semmit. Így bele kell szépen nyomni. Így recsen. És ugye akkor ment bele az alaplapba. Úgy. Meg ez is. És akkor elvileg, ha most ezeket visszafordítom. Csak lehet, hogy ki kellett volna venni a romokat. Jön az azért recsönt ekkorát, mert azt nem lazítottam fel előtte. Egyszerű. Kijött valamelyik baszon. Én igazán értem, hogy lehetett ezt így megoldani. Előzőt is került elsőre fölrakni. Jó. Akkor így kattam, akkor van a helyén. Úgy, ez már kattam. Ez is kattam. Jó. Jó, ezt vissza. Lehet, hogy videókártyát is ki kellett volna venni. Igen, ez. Most van. Most kell fordítani rajta. Ez van a kubára, nincs a helyén. Most van. Jó. Az is helyén van.
Ezt kell ráfordítani. Aha. Másik hűtő egyszerű velemet. Kivettük a ramot. És az a baj, hogy ezek egész egyszerűen kipattannak. Látjátok, ki lehet húzni az alaplapból. Ami nem jó. Igazándiból. Ez is kiengedjük. Nézzük, hogy mi a tosz baja van. De gyakorlatilag ez az egy kattan bele. Az az egy van a helyén gyakorlatilag. Na lássuk. Gyári hűtő egyszerűbb nem fogom, nem? Van, amire felül a hűtő. Ezért lenne. A helyzet. Ja, bocs, most benne volt a fejem. Most elvileg benne van mind a négy. Na nézzük a menüvet. Ezeket most rá kéne. Modern volt, oké. Okay. Klik, klik. Jó magyar. Ja, hogy ezt az uninstallhoz kell elforgatni. Ezért ugrik ez ki. Szóval most van a helyén. Pont fordítva volt egyébként a gyári kúlerem, mert a gyári kúlerem meg rá kellett fordítani. Tehát akkor ez most totál faszán a helyén van. Jól van. És akkor ezt kell még rá dugaszolni ide az alaplapra. Egy érdekes. Hát ez pont fordítva működik a dolog, mint a gyári hűtőn. Mert a gyári hűtőn lenyom, elfordít volt. Itt viszont, ha lenyomtad és utána elfordítod, akkor unlockolod. Ez csak lenyomni kell. HyperX Blue DDR3, mellette meg a HyperX Black van. HyperX Fury Black. Ugye ez egy 2 gigás modul. 2x2 giga van benne, meg 2x4 giga van benne. Ugye ez a kék modul, ez csak 1600-as. Jól rakom bele? Jól rakom bele szerintem. Ez a kék modul, ez csak 1600-as. Mégsem jól raktam bele? De, jó. Az a fele nem akar belemenni. Mi a tosz van? Ugye ez... fordítva rakom bele. Ez csak 1600-as ez a RAM, de ha az alaplapnak azt mondom, hogy bizony 1866-on megy az egész, akkor megy 1866-tal is a RAM egyébként hiba nélkül. Tehát ezért jók a Kingston HyperX-ek. Egyébként magában a fekete RAM,
hogyha nem lenne mellette ez a két, ez a plusz 4 giga, akkor magában a fekete RAM az összesen fölmegy 2666 MHz-ig. Hát ennek az AMD-s buildben nem volt értelme, mert ott ugye 1866 volt a max, amit használt, viszont ez az alap maximum, amit használt. Ez az alaplap, viszont ez tudja 3100 MHz-ig a DDR3-at, úgyhogy nem rossz. Jelvileg XMP modulok kell lennének bele, csak rálóg ez is a RAM-ra, tehát hogy alatta kellett. Az XMP modul ugye magasabb, bár aztán a közepén be van süllyesztve. Ugye az XMP modulok magasabbak, nem biztos, hogy ennek a hűtőnek férne. Na, akkor mint látjátok, van még itt egy ilyen. Ez azért van, mert itt a ház elején van egy régi előlap, ami tele van mindenféle matricával már. És én azt ki akartam cserélni. Vagy előről cserélem ki. Majd kiveszem a CD-t. És úgy nyomom ki, mert belülről be van ugye a ház. Ezt jól megmondtam, nem tudok így belenyúlni, mert itt egy fémlap. Nem tudom kitolni. Megpróbáljuk innen. Meg a késterevel. Vagyok nőgyógyász, úgyhogy nem sikerülni fog kipattintani a pöcköt. Hát csak simán annyi erőt adni neki, hogy egyébként itt van a gép elején a 14 centis nagy venti. Attól sem férek jelenleg. Ott a jó égcsóka, ezért hozzáférek a kis lemezhez. Ez itt viszont... De kijött. Na, szóval ezt mondtam, hogy Gigabyte Ultra Durable alaplap nem játszik, mert ugye ez egy MSI alaplap. FX nem látszik, AMD FX nem játszik. Na, előre. AMD FX Unlocked nem játszik, mert i5 6900-as van benne, 4690-es van benne. A Strix meg megint nem játszik, mert ez egy GameWare videókártya. Úgyhogy, ami játszik egyébként, az a HyperX-es RAM. Úgy. Hehe, kijött vele ez is. Na mindegy. Visszarakjuk a szép üreset. Ne úgy nézzen ki a ház, hogy tele van hazudva az eleje. Úgymond. Rakjuk. Úgy egyébként ez egy Cooler Master ház, ahogy ez a hűtőme is Cooler Master. Azért láttátok gondolom a különbséget a két hűtő között. Ugye nem tudom mennyire látjátok, itt az Avermedia kártya, itt a GameWard-os GTX 1063 gigás, meg itt van egy FireWire kártya. Ez meg a jó MSI sárkány. Na hát, és akkor mondtam, hogy itt kéne valami rendet vágni. Mert hát ez így... valahogy így... Hogy ez a rész, ez így viszonylag rendben van. De aztán így, hogy itt így... Itt egy SATA kábel. Egy TAP kábel. Jó. Fogozzuk ki a szálakat. Tárkábelet, itt szépen ki a SATA kábelek közül. Ugye ez alulról jön a táptól. Tehát, de sok mindent nem tudok csinálni, ez a harisnyás ez alul marad ugye. Ez az alaplapnak a tápja, ezt itt tudtam normálisan elbújtatni. Azt szerintem jó helyen is van. De. Itt azért szeretnék egy kicsit nagyobb rendet látni. Azért is, hogy legyen értelme ennek a
14 centis fentinek. Nem mondod, hogy azt úgy ott oda, hogy hívják voltam, de GG. Ugye ennek az egyik szállát azt oda raktam előre. Attól függetlenül szerintem ezt így ide lehetne fogni. És akkor a kártyának megvan a tárgya. Ugye, az, hogy ez most így lóg, az le van baszva. Már elnézést is nézésért. És akkor ezt meg ugye így ehhez lehetne így valahogy rögzíteni. De valószínűleg az lesz egyébként, hogy ezt a kábelt teg előket, ezeket el fogom vágni, mert van még. Úgy. Ez egyszer. Nézzük a mindenféle. Ezt is így oda lehetne tenni. Úgy nagyjából. Amennyire látjátok a kezemtől. Ezzel itt az a baj, hogy ott oda sikerült belekötegelni. Ezért nem tudom azt csinálni, hogy engem annyit vagyom az a kötelező, hogy ez kijöjjön. Kéne neki, mert nem szoktam nagyon meghúzni. Jós, hat a kábelt, sem akarom elvágni. Meg mondjuk a lapjával próbálnám kiszedni, akkor lehet, hogy kijönne. Nyem, hát akkor. Ennek így itt se. Csak már emiatt a kábel miatt, ugye. Akkor ezt még egyszer kihúzom. Megfogom a kártyát, mert azért elég meredek. Jó. Ez így itt a sata kábelek. Ezt is így le lehetne fogni. És itt kéne valami lyukat csinálni egyébként, ahol normálisan be tud jönni a levegő. És nem megy neki 28.288.500 kábelnek. Meg nincs ilyen káosz. Ezt is teljes nyugalommal hozzá lehetne fogni a kötegelőhöz, még akár itt is. 1, 2, 3 helyen. Meg ezeket a SATA kábeleket is ide lehetne fogni egy helyre. Ezt a SATA izét is. Meg ugye ezt a sárga SATA kábelet sem kellett volna feltétlenül ide fogni. Ezt lehetett volna ide is. Na, kibontjuk. És akkor... meg kéne érezni a késeimet. Tudom, hogy sokan sikoltottatok föl, hogy jaj a kábelek, de nem láttam a kábelek. Mert csak ez a fele vágja. Ezek itt egyébként szóval jól el voltak dugva, ezek jó helyen vannak. Azt mondtam, hogy ezt a SATA kábel kéne így ide. Ezt a kábelt is ugye megyél itt ide, be sincs kötve, mert ez az előlapi csatlakozó, amit nem használok. Ez ennek a vinyónak is ott a kábele, ez a SSD-nak is ott a kábele. Ajjaj. De nem jó, mert így meg keresztbe feszítem a izének. Ez az a kábel, amivel nagyjából semmit nem lehet csinálni. Ez a 400 giga, 480-as SSD-nek a kábele. Ez a 250-es maximum. Túlnak lenne a kábele?
Igen, mert az onnan jön és oda megy. Ez a rendszer SSD-nek a kábele. Várj, melyik a rendszer SSD? Nem ez. Nem is ez. Ez a rendszer SSD. És ennek itt a másik fele. Na, csak én nem tudom letépni az alaplapról, igen, mert ez így ilyen. Ezt le lehet csak úgy simán szedni alapról. Van neki ilyen nyomógumb? Ilyen szempontból tudnék élni egy drágább házat, ahol be lehet bújtatni a kábeleket. Egyébként ezt a kábelet így is rá lehet dugni. És akkor nem itt lógna. Hát ugye ez egyenes kábel. Annak a vége az. Az nem T. Hoppá, nincs rendesen rögzítve. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a kábelt áthúzom a másik oldalra. És majd így innen lesz visszabújtatva. Csak akkor maga ezért fogja megdarálni a GeForce kártya. Ez a kábel az ennyi. Nagyjából nem tudok mit csinálni, ez megint ennyi. Tehát ezeket legalább ide az aljához ide lehet fogni. Akkor nem össze-vissza eltudosva vannak a házban, ugye. Úgyhogy meg ezt is. Ugye. És akkor ugye ez az adagkába. Így. Az adag föltolva. Azt nézem, hogy ezeket a kábeleket is lehetne így belezni. Nem? Igazából azt a kábel. Azt még lejjebb lehet vinni. Ez az izének a tápja. Azt is betoljuk oda az izé a... Na, kezd ez alakulni. Egy kicsit több... Hagyja faszni, több levegő fog így beáramlani a házba. Ha nem jó, akkor megvan. Aha, értem. Jó, oké, meg lesz ez. Meg lesz ez lassan. Rohadt hosszú ez a kártya. Na. Hát akkor ezt bontjuk fel. Kapcsolásos bontás. Lehet visszazárni. Úgy. Azért akkor így egy fokkal, hát egy fokkal, igen. Nézd fel a dolog, ez a két. Nem jó. De hülye vagy, valahol nem kéne eltüntetni. Ezzel a vastag elvertetek alá. Úgy. Vagy mondjuk. Hoppá. Hát mondjuk csúnya módon. Sarkkal lehet betolni, és egy iszonylag jó
rögzítési pont. Na lássuk. Lássuk, mit csináltunk. Ugye nem húzzuk meg nagyon, mert nem akarjuk a kábeleket eltűrni. Ugye ez csak azért, hogy mozognak benne a kábelek. Ugye ez csak arra van, hogy megfújjuk a kábeleket a helyükön. Ugye itt nem tudok mit csinálni, itt annyira szűk a hely, hogy ott nem nagyon lesz airflow. Max annyi, hogyha a SSD-ket lejjebb vagy följebb tenném. Akkor ugye ez itt nem lenne így elzárózva, nyilván lejjebb lenne, akkor lenne egy kis plusz airflow, de mert itt is van, meg itt is van ventilátor, ami a videókártya fölött is elhúzza a levegőt. Ugye ez két 12-es, ez meg egy 14-es. Ugye én ezt annyira nem érzem így itt tragédiának. Na, hová raktam a közlegelőket? Itt vannak mi. Aztán, hogy onnan tudjátok, hogy a műtét sikeres volt, hogy kikerült a videó YouTube-ra. Így kell. Úgy, megfogja a kábelt. Jó, már lehet mindenből kapni egyébként kereket is. Tehát a háttértárgépbe, a nasgépbe, abba például az fekete. Vagyis nem fekete, hanem kerek. A nem SATA kábel, hanem az ATA kábel. A kerek benne. Úgy, ezeket majd le kell csípni. Kell velük valamit csinálni. Ezek így elég hülyén néznek ki. Úgy. Akartam volna mondani, hogy igen, ez kimaradt. Nem baj, van másik. 30 darab. Kb. Ez se lejt, nem se lejt. Az annyira nem. Nem probléma. Most benne van mindegyik is, ha kell benni. Jól van. Ugye megint csak mondom, nem húzzuk meg nagyon. Mozogni kell benne a kábeleknek, akkor jó. Oxi. Ugye még az volt, hogy itt kéne valahol megfogni még a cuccot. Így, mondjuk, így. Ezzel együtt akár. Ezt megint le kell venni. Csak ez nem egykezes. Ezt a kábelt is lehet, hogy bele fogom fogni. Sőt, biztos. Visszadugjuk a lapra. Ugyaj, bocs, hogy közben dudalászok, csak jobban tudok koncentrálni. Úgy. Hát, ja. Azt így kell mindenhol be kellett volna fogni ezt a kábelt. Na mindegy. De eleve azt mondtam, hogy az a kábel itt valószínűleg felé fog állni.
Még oda azért be kellett volna fogni. De akkor most ide lesz megfogva. És akkor is azért látszik, hogy itt lett egy viszonylag jó, jól szellőző rész. Ugye ezt a kábelköteget is össze lehetne így fogni. Ezt így itt. És akkor még jobban be tudná áramolni a levegő. Lehet, hogy mégis csinálom egyébként. Most, hogy így agyhelyembe jutott a dolog. Az a baj, hogy ezekben a házakban rengeteget számít, hogy ne lógjanak össze-vissza a kábelek. Ettől függetlenül itt nem lesz tégáramlás, kétszentség. És így akkor azt mondtam, hogy még itt a mindenféle alaprapi power kábeleket itt összefogdosom. Még akár ezt a SATA kábelet is hozzá, így. Már viszonylag jól fog kinézni belülről a hátát. Most a alaklapi kábel alá, ha begyűröm, akkor ezt tudja, hogy nem fog problémát okozni. Valahogy itt lehet egy helyen összefogni az egészet. De mondjuk annak már nem látom értelmét. Itt ezt még itt meg kell fogni. Lelógjon minden szanaszét. És akkor jó lesz. Ha nagyon akarom, akkor ezt az USB kábelt is belefogom így, és akkor így. Nem jó, mert akkor belelóg egy szélbe. Ezt a gravitáció szépen távol tartja a fűtőventilátorától. Így. Na. Kell még valami célszerszám, amit ezeket a szarokat levagdosom. Megkezdeni megkezdted. Lehet, hogy hamarabb eltöröm. Igen, azt a bele kellett volna fogni. Nem, azért most már nem szedem szét. Azért vágom így, hogyha véletlenül megcsúszta a kés. De mondjuk ezt bele kellett volna. Akkor már nincs türelmem a végén foglalkozni a dolgokkal. Na, és akkor most le lehet törni ellen. Jó. Úgy. Na, hát itt nem fogok nyeszatolni. Hogy ezt is bele kellett volna fogni a kábelkötekbe. Meg ezt. Tényleg újra kell. Csak két kábel maradt ki belőle. Faszom. Lehet, majd előveszem a csípőfogót szerintem, aztán azzal szedem.
Genyó vagy munka egyébként. Én sem csinálom minden nap, higgyétek el. Most remélem benne van minden. Ja, most jó. Úgy né? Majd az lesz a jó egyébként, aztán a karácsonykor tényleg veszek egy új tápot, ami a tervek között van. Aztán akkor lehet szétbombázni az egészet, hogy a tápot is ki kell megvenni. Ez volt a lényeg. Na ezt most nem fogom levágni. Mert itt, ha megcsúszik a kés, akkor tudja, hogy beleáll valamibe. Ami drága, és fájni fog. Úgyhogy... azt ugye jelenleg hagyom. Maradjunk annyiban. Higgyétek el nekem, hogy le fogom vágni, jó? Szóval a lényeg, kicseréltük a CPU hűtőt. Egy nem kicsit combosabbra, mint eddig volt benne. Az előlapról levettük ezt a karácsonyfát, mert már nem igaz belőle, csak a HyperX memória, illetve a kábelköteg előtt kell egy kicsit rendbe tettük a belsejét, ehhez majd mindjárt hozok egy egy csípőfogót, lecsípem a végét, utána összerakom a házat és megnézem, hogy mekkorát durram. Na, köszöntem szépen a figyelmet mindenkinek, majd lesz középen egy feliratkozás gomb, videó két oldalán meg két darab ajánlott videó, majd azt nézzétek meg, ha gondoljátok, és még így a végére megmutatom teljesen belülről a gépet. Ugye itt a Cooler Master hűtő, amit kicseréltünk, ugye itt van egy 12 centis venti, még egy 12 centis venti, itt az Avermedia Live Gamer HD Lite kártya. Ez maga ugye hirtelen akartam nektek mondani, ez maga a videókártya, ugye kihúzókártya az alaplapi USB-hez, ez meg a FireWire kártya, ez meg az 1000 éves Chieftec 500 wattos táp. Följebb megyünk, akkor itt van alul egy Maxtor 250-es vinyó, itt van az SSD beépítőkeret, a két a 120-as meg a 480-as SSD-vel, itt meg a Plextor DVD író. Igazából ennyi, meg aki el tudja olvasni, az látja, hogy az MSI Z87G43 gaminges alaplap. Na, tényleg csókolom mindenkinek. Szavaztok!